Sziasztok, Kingek! Ha néztél valaha magyar Airsoftos YouTube videókat, egészen biztosan elgondolkoztál már azon, hogy mégis mennyi pénzt lehet keresni azzal, hogy videókat gyártasz erről a fantasztikus sportról a hazai közönségnek. Most exkluzív és nyílt betekintést adok nektek a hazai Airsoft YouTube-ozás világába, és konkrét számokat fogok nektek mondani ennek az anyagi vonzatáról. Vagyis most meg fogod tudni, hogy én, mint úgynevezett magyar Airsoft YouTuber, mennyit kerestem eddig ezzel az egésszel, illetve adok neked pár hasznos tippet, ha te is azon gondolkozol, hogy belevágj a videókészítésbe. Nem is húzom a témát, nézzük a számokat. A Swift Airsoft Team YouTube csatorna 2024 áprilisában vált jogosulttá a hirdetések futtatásán keresztüli bevétel szerzésére. Az eddigi teljes, kifizetett bevétel egy szép kerek szám, 0 forint. Jó hallottad. Eddig egyetlen forintot sem kerestem Airsoft YouTuberkedéssel. Ez részben a YouTube sajátos kifizetési szabályaival, részben a téma sajátosságaival, részben pedig a saját egyéni hibáimmal és tapasztalatlanságommal magyarázható. Mindegyikről mondok pár szót, remélem tanulságos történet lesz. Kezdjük egy kis történelmi kitekintővel. Sok más Airsoft YouTube csatornához hasonlóan, Swift is hosszas vergődéssel kezdte a pályafutását, egész konkrétan majdnem 3 év munka kellett ahhoz, hogy elérjük az 1000 feliratkozót. Ugye 1000 feliratkozó szükséges ahhoz, hogy tudj hirdetéseket rakni a videódra, és így bevételt szerezni a nézőktől. De emellett van egy másik kritérium is, ami szerintem sokaknak még ennél is nehezebben megugorható. Egy éven belül összesen 4000 órányi megtekintés szükséges a videóidra. Mielőtt bárkiben véletlenül felmerülne az, hogy milyen csúnya dolog az, hogy teszek a videókba hirdetéseket, azt kell erről a dologról tudni, hogy a YouTube mindenképpen tesz az összes videóba hirdetést, csupán az a kérdés, hogy én ennek a bevételeiből részesülök-e, vagy sem. Na most ehhez jöjjön pár tipp. Alapvetően mi is sokáig kizárólag gameplay tartalmat posztoltunk, fregeket vágtunk, megpróbáltuk úgy bemutatni egy Airsoft játékot, mintha a néző is ott ülne velünk a bokorban a harctéren. Aztán rájöttünk, hogy ez igazából senkit nem érdekel. Alapvetően két dolog van, ami iszonyatosan megdobta a feliratkozó számunkat és a nézési időnket. Egyrészt elkezdtem szóbeli narrációt vágni a videók alá, vagyis elkezdtem elmesélni a kedves nézőnek, hogy mi történik, másrészt pedig elkezdtünk harctéri beszámolók mellett tutoriál jellegű tartalmat is gyártani. Szóval, ha Airsoftos YouTube-alásra akarod adni a fejed, én nagyon javaslom, hogy ne a frag pornó és főleg ne a másfél órás játék live-olás irányába indulj el, mert az ilyen videók valóban kuriózumnak számítottak a 2010-es években, 2024-ben viszont őszintén szólva az ég adta világon senki nem fogja megnézni a bokorban felvett fejkamerás hentelést. Fontos a történetvezetés, és fontos az is, hogy hasznos információkat adj át a nézőközönségednek. Na, 2021. januárjában megvolt az 1000 feliratkozó, aztán márciusban a 4000 óra megtekintés is teljesült. Aztán egy rövid ellenőrzés után megnyílt számunkra a YouTube-os bevételszerzés lehetősége. Itt jött a következő akadály. A csatornának 20.000 forintnyi hirdetés bevételt kell elérni ahhoz, hogy a YouTube fizessen. Na, ez az a küszöb, amit majdnem fél év alatt sem sikerült megugrani, és megmondom őszintén, ez részben az én hibám. Egészen konkrétan az történt, hogy ugye köztudott, hogy a YouTube elég szigorúan veszi a videókban használt zeneszámok szerzői jogi, vagyis copyright feltételeit. Ezzel én is tisztában voltam, ezért a videók 99%-a alatt a Pixabay nevű jogdíjmentes zenéket és más média tartalmakat kínáló weboldalon fellehető zenék szólnak. Na most, mint kiderült, hiába próbálsz szerzői jogi követelés nélküli zenét szerezni egy jogdíjmentes zenéket kínáló weboldalon, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy hozzáférj ingyenesen és korlátozásmentesen használható zenékhez, a valóságban az itt fellelhető zenék nagy része igenis jogvédett. Ez úgy néz ki, hogy letöltöd a zenét, berakod a videódba, és feltöltöd a videót, aztán a YouTube megjelöli az előadót és a zeneszám címét. Én legalábbis azt hittem sokáig, csak ennyi történik. De valójában, mint kiderült, ez a jelölés azt jelenti, hogy egyetlen petákot sem kereshetsz a videóddal, ha akár egyetlen ilyen megjelölt zeneszám is szerepel a videódban, a teljes bevételedet a zeneszám szerzője kapja meg. Na megmondom őszintén, én ennek egyáltalán nem olvastam utána, szóval számomra csak azután vált egyértelművé ez a dolog, hogy körülbelül 70 feltöltött videóm volt fenn a csatornán, köztük a legnézettebb videóim is. Így tehát, hiába van 10.000 megtekintés felett 4 remek Swift videó is,
ami ebben a kategóriában szerintem már nem olyan rossz szám, ebből egyetlen egy olyan videó van, amivel pénzt is tudunk keresni. Ebből tanulva kicsit utána néztem a dolgoknak. A lényeg, hogy olyan zenét kell letölteni, ahol nincs ez a kicsike kis pajzs, ez az úgynevezett Content ID jelzése. Legalábbis elvi síkon így kéne működnie, de már jártam úgy, hogy leszettem papíron Content ID nélküli zenét, mégis bevágta a copyrightot a YouTube. Szóval az állítólagos, jogdíjmentes zenékkel való hosszas szerencsétlenkedés után úgy döntöttem, inkább fizetek rendszeresen egy AI alapú zenegenerátorért, nem szenvedem végül a vágást, töltést, copyrighttal való több napos bénázást minden egyes videónál. Nyilván végig gondoltam azt is, hogy ezt a pénzt inkább odaadom egy emberi szerzőnek, de aztán utána néztem a tarifáknak, és úy tűnt, hogy ilyen 5-10-30 ezer forintokért kapok egyetlen számot egy emberi szerzőtől, és 4 ezer forintért kapok 250 számot egy AI-tól. Így a matek az sajnos egyértelmű volt, és nem vagyok magam ellensége. Még egy dolog. Az Airsoft necces téma alapvetően amiatt is, hogy nem teljesen hirdetőbarát. Fegyvernek látszó tárgyakkal rohangálunk, kétes hírű államok katonáinak, szélsőséges szervezetek harcosainak öltözünk. Az adrenalin hevében sokan nagyon csúnyán beszélünk. Szóval elég jó esély van arra is, hogyha minden tökéletesen jogtisztán és szakszerűen csinálsz, a YouTube akkor is váratlanul korlátozni fogja a videót hirdetés bevételeit. Mióta van lehetőségem a bevételszerzésre, a feltöltött videók körülbelül felénél kaptam valamilyen korlátozást lőfegyverekhez kapcsolódó tartalom miatt, ami azt jelenti, hogy ezeknél a hirdetés bevétel körülbelül 0 forint lesz. Aztán beszélgessünk arról is, hogyha normális YouTube videókat akarsz vágni, szükséged van minimum egy normális fejkamerára, egy újabb generációs GoPro-ra, vagy egy DJI Osmo Action 4-re, illetve egy csomó kiegészítőre is, fejpántra, sisakrögzítőre, memóriakártyára, pótaksira vagy powerbankre, ideális esetben még egy scope camre, meg mindenféle egyéb cuccra is. Szóval, ha élvezhető minőségű felvételeket akarsz csinálni, 150-200 ezer forintot minimum rá kell erre költened. Ezt ugye még az alapvető Airsoft felszerelés beszerzésén felül. Egy szó mint száz. Jó esély van rá, hogy nem Airsoft youtuberkedéssel fogod magad rommá keresni. Persze, mi azért nemzetközi viszonylatban még mindig elég kis csatorna vagyunk. Sőt, van Magyarországon is két olyan youtuber, akinek több mint 10-szeres feliratkozó száma van. De erős a gyanúm, hogy ők sem vásároltak még Lambót egy izgalmasabb gameplay beszámoló után. Nemrég azt láttam, hogy még egy 100 000-es feliratkozó számmal rendelkező lengyel csatorna is bocsánat kérő posztot tett közzé, amiben szólt arról, hogy kevesebb videót fog tudni posztolni, mivel kenyérkereső munkájára kell koncentrálnia. De igazából, ha megnézzük a 4,8 millió feliratkozóval rendelkező Novricsot is, ő is igazából azzal gazdagodott meg, hogy képes volt egy egész vállalkozást felépíteni a youtuber karrierjére, melynek csupán egyik, talán a legkevesebb bevételt produkáló lába a youtubozás. Szóval azt tudom javasolni, hogy csupán az anyagiak miatt nem érdemes belevágni az Airsoft youtuberkedésbe. Csak akkor érdemes ezt a dolgot csinálni, ha szeretsz videókat vágni, szereted megörökíteni a hobbi élményeidet, és szeretnéd ezt másokkal is megosztani. Tehát csak is akkor érdemes ezt csinálni, ha szívvel, lélekkel, kedvtelésből, hobbiból csinálod, és hajlandó vagy erre jelentős anyagi és időbeli ráfordítást tenni. Én valószínűleg akkor is vágogatom majd a kis Airsoft videóimat, ha soha egyetlen petákot sem keresek rajta. Én főleg azt remélem ettől a tevékenységtől, hogy hozzá tudok járulni ahhoz, hogy a magyar Airsoft közösség bővüljön, hogy a játékok színesebbek és változatosabbak legyenek, hogy a kezdő játékos társaink gördülékenyen bele tudjanak vágni ebbe a csodálatos sportba. Te is ilyen megfontolásod miatt vágnál bele a videózásba, csak is bátorítani tudlak. A magyar Airsoft közösségnek szüksége van minden inspiráló tartalomkészítőre. Ha tetszett ez a videó, megköszönöm, hogyha dobsz egy lájkot és feliratkozol a csatornánkra. Rendszeresen jelentkezünk gameplay videókkal és hasznos airsoftos tartalommal a magyar közösség mindennapjairól. Köszönöm szépen a figyelmet, kedves barátaim! Áldott szép napot kívánok!